Együttműködő partnerünk a Móra Ferenc kiadó. A kő királyfi. Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Aztán végre született egy fiúk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton a fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban. Unatkozott. Nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait. Rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki. Neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel. Ő meg még rám se néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfit a sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő. Nem látott, nem hallott sem. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben. Aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelen feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné. Sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát. A drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt az apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a nap anyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát. Nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám. Megkeresem a nap anyját. Tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodásotokat. Megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába,
és elindult a messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 pár ökör volt az ekéjük elé fogva, vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig bánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek! Köszöntötte őket. Nököd is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A nap anyjához megyek, felelte az ifjú. És elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok, ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a nap anyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket, kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és továbbment. Ment, ment, egyszer csak egy nagy juhnyájjal találkozott. Terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vászorogtak. Mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek! Köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is! Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját. Azt mondták a pásztorok, ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a nap anyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjúktól, csak kínlódnak, s bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát, olyan nagy, olyan nehéz agancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Oda lépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember! Olyan nagyra megnőtt az agancsom, és olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a nap anyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a nap anyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-balra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút. De az csak ment. Ment, ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül az aranypalota elé ért. Magas hegyen, felhők között ott állt a palota. Öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a nap anyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle. Mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú. Beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öreg asszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent.
Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta, és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételtette lébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset. Hogy élnek az emberek? Mi újság náluk? Mit meséljek át? Mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat, melengedtem, becézgettem, de ő rám se akart nézni. Hát fogtam magam, és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kőkirályfi, és olyan lesz, mint a többi ember. És mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból. Egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No aztán, mit láttál még? Kérdezte az öreg asszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vászorogni. Ha a pásztorok ollót fognak és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreg anyu. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén. Az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana, ha megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos holmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap. Lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A nap anyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallod-e, amit a nap tegnap mondott? Hallottad? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a nap mosdóvize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdóvizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvas agancson gyorsan leereszkedett a földre. Na mit mondott a nap? Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi víz forrásához, megmosdott benne, és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat faragtak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a nap anyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhokat, azok pedig nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. No, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben.
Megörültek a parasztok. Kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka. Estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába. Ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán a kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét bűvös erejű vizében. Ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi. Kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte a feleségét, a fiát, aztán a szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott. 3 nap, 3 éjjel vigadoztak. 3 nap, 3 éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.